koncertek, vásárok és történelmi műsorok. Két év után ismét együtt ünnepelhetnek a miskolciak a nemzeti ünnep alkalmából. A belváros három helyszínén készül rendhagyó programokkal a város, március 13-án és 14-én. A Szent István szobornál lévő nagy színpad például a Talpra Magyar Fantázia nevet kapta. Itt vasárnap este a Paddy and the Rats és a Kerekes Band is koncertezik, hétfőn pedig családi programoké lesz a főszerep. Hegedű és tangó harmonika. Hagyományos hangszerek a színpadon, fergeteges hangulat a nézőtéren. A felvételek még 2017-ben készültek a Paddy and the Rats miskolci koncertjén. Akkor még Babicsek Bernáttal együtt léptek színpadra, aki az évelején tragikus hirtelenséggel életét vesztette. A veszteség óriási, de a zenekar próbál előre tekinteni, mondta el a Miskolc Televízió híradójának az együttes gitárosa. Gépről az ő harmonika részei fognak majd szólni a háttérben, ami élőben fogunk játszani, pedig akkor majd így valahogy mégiscsak velünk lesz a színpadon, meg hát azért hál' Istennek van egy-két olyan barátunk, mint például a Szoni és a régi harmonikásunk, aki ugye 10 évvel ezelőtt vált ki a zenekarból, de teljesen jó barátság vagyunk vele. Tehát például Miskolcon őt is már lehet látni, mert megkértük, hogy segítsen nekünk, és akkor ő például most még ezen a miskolci koncerten ki fog minket segíteni. Vasárnap este a Paddy and the Rats előtt a Bohemian Betyársz és a Kerekes Band is fellép majd. Hétfőn pedig többek között a Szimbavölgyi Néptánc műhely és a Hooligans érkezik a térre. Március 14-én a belváros több pontján színes programok várják majd a kicsiket és nagyokat egyaránt. Március 13-án és 14-én a Szabad Miskolc nevű rendezvényen várja a résztvevőket. A belvárosban szervezzük meg ezt az eseményt, a fő helyszínei, ugye ahol most is vagyunk, a Szent István tér, ami egy forradalmi buli negyeddé alakul. Egy gyermekek mesés terévé varázsoljuk át a városházteret, és kézműves portékák vására fog zajlani az Erzsébet téren. A járványhelyzet miatt az elmúlt években elmaradtak a nagyobb rendezvények. Vasárnaptól viszont forradalmi programsorozatnak ad otthont a város, március 15-éhez közeledve. Két éve várunk arra, hogy újra együtt legyünk. Egy ilyen rendezvényre hívom most önöket. Március 13-án és 14-én újra életre kell Miskolc belvárosa, ahol a zenéjé, a történelmi játékoké, a kulturális és gyermekprogramoké lesz a tér. Az idén így készül Miskolc március 15 ünnepére. A változatos programok mellett sötétedés után nemzeti színekbe öltözik az avasi kilátó, és a városházát is kivilágítják.